Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon. Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1990-ben sugárzott műsorát. Interjú Antal József miniszterelnökkel a helyhatósági választások első fordulója után. A riporter Kassa László. Miniszterelnök úr, kérem, Magyarország 24-ként első lett az Európa Tanácsnál. 24. tagállamként javasolta a parlament közgyűlése Magyarország felvételét első az egykori kelet-európai országok közül. Ez az ön külpolitikájának, önnek személy szerint sikere. Hogyan értékeli ezt a lépést? Mindenképpen nagyon nagy jelentőségűnek tartom. Nem vagyok híve a kisajátításoknak. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben egység volt az előző kormány vezetői, Németh Miklós, Pozsgai Imre és Horth Gyula személye esetében is, tehát ők is amellett voltak, hogy az Európa Tanácsnak Magyarország mielőbb tagja lehet. Az ellenzék nevében elsőnek én tárgyaltam Björk úrral, az Európa Tanács elnökével, amikor tavaly itt járt Magyarországon, és azt mondtam neki, és ez most fel is idézte, hogy Magyarország az Európa Tanácsnak csak akkor legyen tagja, ha szabad választásokon megválasztott független kormánya van, és amikor Magyarország jogrendjével, berendezkedésével alkalmassá válik arra, hogy egyenrangú tagja lehessen az Európa Tanácsnak. Ez akkor nem minden vonatkozásban egyezett az akkori kormány felfogásával, hiszen nyilvánvaló célja volt a kormányzatnak, hogy mielőbb bekerüljön Magyarország az Európa Tanácsnak, és ez akkor egyértelmű politikai hitelt és súlyt adott volna, ami hasznosnak tűnhet. Ez egy olyan kérdés volt, ami tulajdonképpen az Európa Tanács belső rendjével, szervezetével is megegyezett, és ugyanakkor hosszú távon nekünk hasznunkra vált, és főleg pedig lehetetlenné tette azt, hogy politikai opportunizmusból, vagy politikai taktikákból olyan országok is bekerülhessenek idő előtt az Európa Tanácsba, amelyek nem felelnek meg egy szigorú kritériumrendszernek. Ez a magyar nép közös elhatározása, az előző kormányé volt ennek a elindítása, de az ellenzékkel teljes egyetértésben és együttműködésben. Most pedig ugyancsak nyugodtan mondhatom, hogy a valamennyi parlamenti párt és a közvélemény egyetértésével képviseltük ezt, és úgy gondolom, hogy nem kis szerepünk volt abban, hogy ez most és elsőnek és egyedül sikerült. Ez már nyilvánvalóan a mi politikai törekvéseink és eredményeink közé sorolható, de nem ezzel. Erre szeretném a hangsúlyt fektetni. Ezt másodlagosnak tartom, és nevetségesnek tartanám, ha most elkezdenénk egy ilyen vetélkedést, hogy ki mit csinált. Annál inkább, mert igen gyakran hangzik el ma a sajtóban, nyilatkozatokban, különböző felszólalásokban, hogy a külpolitikában elért eredményeinket az előző kormányzat eredményeinek kívánják bemutatni, tehát egyszerűen egy olyan politikai metodika kezd Magyarország
Magyarországon kialakulni, hogy ami siker, az tulajdonképpen nem ennek a kormánynak a sikere, hanem az már az előző kormánynak a előkészítésén alapul, az tulajdonképpen annak a sikere, továbbá a siker mellett a minden, ami ebben az időszakban a mi oldalunkon megtörtént, az vagy kifogásolható, vagy hogyha tényleges eredmény, akkor legyen az akár külpolitikai lépés, akár előkészítés alatt álló törvényjavaslat, az mind úgy kerül a nyilvánosságra, hogy ebben ennek a kormánynak tulajdonképpen nem is volt szerepe. Minden már az előző, ebben leginkább az a furcsa, hogy ezt nem csak az előző kormány egyes tagjai állítják, ez alól kivétel Németh Miklós mindig, hanem éppen ellenkezőleg a akkori ellenzéknek a legradikálisabb képviselői most úgy állítják be, minthogyha ez mind már az előző kormánynak lenne az érdeme. Néha furcsán alakulnak a koalíciók a történelem során. Miniszterelnök úr, az Európa Tanácsba való felvétel az első nagyon-nagyon fontos állomása Magyarországnak a nyugathoz való csatlakozáshoz, Európához való csatlakozáshoz. Mi a következő cél? Az Európa Tanács valóban az első, hiszen ez a legtágabb keret, és ez természetesen a legkevésbé intenzív keretet is jelenti, de óriási a jelentősége presztízs szempontból, Magyarország elismerése szempontjából, garancia szempontjából, de garancia arra is vonatkozik, hogy a külföld gazdasági körei számára is egy garancia, hogy Magyarország tagja az Európa Tanácsnak, és elismerte jogrendjével, politikai berendezkedésével. Ez tehát az első lépés volt, amire mi nagy súlyt helyeztünk, és ami fontos volt Magyarország számára. A következő lépés nyilván az lehet minden kormányzat számára, hogy az európai egységszervezetekkel kiépítse a kapcsolatát. A mi politikai stratégiánk arra irányult, hogy az európai közösséggel, tehát az európai közös piaccal szoros kapcsolatot teremtsünk, a másik, hogy a szabad kereskedelmi övezettel, tehát az EFTA-val, és ezen kívül az Európában még szerepet kapott olyan szervezetekkel is, mint például a Nyugat-Európai Unió kapcsolatban álljunk, ezen túlmenően természetesen az Atlanti Szövetséggel. Az EFTA azonban közismerten másodlagos jelentőségű Európa gazdasági életében a 12-ek hatalmas súlyához képest. Az európai közösséggel való kapcsolatunkban viszont már megállapodtunk júliusban, sőt először nekem tavaly júliusban volt alkalmam a közös piac székházában még ellenzéki politikusként megjelenni, és akkor mondhattam az Európa Parlament kereszténydemokrata néppárti frakciójában is az első beszédemet Brüsszelben. Most ez azt jelenti, hogy mi az európai közösséggel megkezdjük a tárgyalásokat egy kétoldalú társulás érdekében. A kétoldalú társulásnak az az értelme, hogy mindaz, ami egy rendes tagságban benne van, az 1-99%-ig benne lehet egy társulási szerződésben is. Én azt hiszem, hogy nekünk a teljes jogú tagság körülbelül 50-60%-ának az elérése lehetne a optimális célunk most, amikor megkötjük ezt a megállapodást, hiszen a magyar gazdasági élet nem mindenben van felkészülve, sőt, nagyon sok vonatkozásban nincs felkészülve ahhoz, hogy egy ilyen kemény feltételű gazdasági közösségnek azonnal tagjai lehessünk, mint az európai közösség. Tehát ez ebből a szempontból rendkívül fontos. Na most még e tekintetben a tárgyalásokat megkezdjük, és 92. január 1-ére van remény arra, hogy a kétoldalú társulási megállapodás életbe lépjen.
Ezt követően kerül sor 12-ek egymással való megállapodására, ami viszont azt fogja jelenteni, hogy a teljes unió az európai közösségen belül 93. január 1 után lép életbe. Kicsi annak a valószínűsége, hogy addig új tagot vegyenek fel, hiszen komoly koncepcionális különbségek vannak a brit és a német-francia álláspont között, tehát belső szerkezeti problémái, elvi vitái vannak a közösségnek arról, hogy milyen mértékben bővítsék ki. Úgy gondolom, hogy 93 után kerül majd sor újabb tagok felvételére, és az újabb tagfelvételi kéréseknél kell majd ezeket a kérdéseket elbírálni. Ön mindig hangsúlyozta, miniszterelnök úr, hogy a nyugathoz való közeledés másik oldalon nem jelenthet egy nagy arányú eltávolodást egyrészt a volt kelet-európai országoktól, másrészt a Szovjetuniótól. Szovjet-magyar tárgyalások folynak ezekben a napokban is. Tudna valamit mondani nekünk arról, hogy miben sikerült, vagy miben nem sikerült megegyezni a szovjet tárgyalófélel olajkérdésben, csapatkivonás ügyben? Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi egy átfogó külpolitikát, átfogó külgazdasági kapcsolatrendszert kívánunk felépíteni. Külön szeretném hangsúlyozni azt, hogy a német egység megteremtése az Magyarország részvételével történt, és ezt Németország soha el nem felejti, jelentette ki mostani utamon is Kohl kancellár, és az a ünneplés, amiben részesültem magyar miniszterelnökként is a CDU egyesülési kongresszusán, az olyan súlyt jelent, és olyan biztatást Magyarország számára a jövőre vonatkozóan, hogy először is azt kell leszögezni, hogy az egyesített, demokratikus, szabad Németország minden körülmények között Magyarországnak a legfontosabb gazdasági partnere, és a politikai kapcsolatrendszerben is kiemelkedő szerepet kap. A másik dolog, hogy Magyarország a nyugati kapcsolatrendszerében egyáltalán nem hanyagolta el a kapcsolatait más országokkal is. Ez is abba a körbe tartozik, ahol igen sokszor kerül sor afféle ellenzéki vagy politikai csúsztatásokra, amikor a mindenki által ismert és logikus kapcsolatrendszerünk az egyesített Németországgal nem jelentheti más vezető országokhoz való kapcsolataink csökkentését. Igen gyakran elhangzott különböző bírálatokból először az, hogy Magyarország csak Németországgal tartja a kapcsolatot, csak egyoldalú kapcsolatokat tart, amikor világossá vált, hogy a legnagyobb súllyal építjük ki a francia kapcsolatainkat. A francia-magyar kapcsolatok soha a történelem folyamán nem voltak ilyen jók, mint ma, amikor a kormánytól a legnagyobb ellenzéki pártokig egységesen Magyarországot a legnagyobb elismerése kezelik, akkor egyesek azt a kijelentést is megkockáztatják, mintha mi dörgölődnénk Franciaországhoz, vagy a másik oldalon, minthogyha csak ez egy trükk lenne a részünkről. Továbbá Olaszországra ugyanolyan súlyt helyeztünk, és a pentagonáli igazi értelme a számunkra az olasz beruházások fokozása, és mi támaszkodunk az olaszoknak arra a külpolitikai törekvésére is, hogy a Közép-Kelet-Európában kialakult vákuumban jelen kívánnak lenni, és egy hagyományos, szinte történelmi jellegű orientációt újítanak fel akkor, amikor egy ilyen kapcsolatrendszert építenek ki az egyesített Németország és a Szovjetunió között, és ennek a gazdasági megerősítésére is törekszenek. Európa más népeivel is ugye nagyon szoros kapcsolatokat tartunk, és ebbe beletartozik épp úgy Spanyolország, mint a Benelux államok, vagy az északi államok. Továbbá
az Egyesült Államokkal és a Kanadával a legszorosabb jó kapcsolatokat építettük ki, és nyugodtan mondhatom, hogy az Egyesült Államok kormányával is kitűnő kapcsolatokat sikerült kialakítanunk, és nagy várakozással tekintek Bush elnök úr meghívása elé és az ottani tárgyalásokra. Jellemző, hogy amikor már nem lehetett azt állítani, hogy mi az európai kapcsolatainkat elhanyagoljuk, hiszen valamennyi európai kormánnyal és jelentős ellenzéki csoporttal jó kapcsolatokat építettünk ki az ország számára, és az Észak-Amerikával is, akkor maradt mind utolsó lehetőség, hogy Japán elhanyagolásával lehessen bennünket vádolni, és a Távol-Kelet megújuló gazdasági életével. Tették ezt akkor, amikor éppen a magyar ipari és kereskedelmi miniszter, illetve a pénzügyi államtitkár Japánban tartózkodott. Tehát ezek azok a politikai csúsztatások, amelyek tulajdonképpen az én megítélésem szerint meghaladják egy normális parlamentáris rendszer kereteit, és meghaladják egy normálisan működő közvéleményformáló sajtónak is a felelősségét. Ezek azok a megnyilatkozások, amelyek természetesen nem tűnnek nekünk rokonszenveseknek, és a sajtó felelősségét érintik, vagy a megnyilatkozók felelősségét. Tehát nem arról van szó, hogy bárki a sajtószabadságot kívánná korlátozni, vagy a sajtót kívánná támadni, hanem egyszerűen vannak olyan alapvető igazságok, és vannak a tájékoztatás korrektségének olyan szabályai, amit egyébként a Magyar Újságírók Szövetsége is egyértelműen értelmez, amit nem lehet megszegni. Úgy gondolom, hogy ennek semmi köze nincs a sajtószabadság kérdéséhez, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy korrekt tájékoztatás legyen, és korrekt megítélése, és tárgyilagos megítélése legyen mindig a kormány tevékenységének. Na most ezt azért kell hangsúlyozni, mert a feltett kérdés, hogy mi a mi kapcsolatunk a Szovjetunióval, és mi a mi tulajdonképpeni lehetőségünket éren, és ehhez tartozik a szomszédainkkal való kapcsolat, ez csak ebben az összefüggésben válhat világossá. Magyarország számára az Európához való közeledés, az európai egységhez való csatlakozás szükségszerűen azt is jelenti, hogy mi rendezzük a kapcsolatainkat az Észak-Atlanti Szövetséggel, ezért én voltam az első magyar, első olyan volt kommunista országbeli miniszterelnök, aki elment a NATO brüsszeli székhelyére, és elment és találkozott a székházában a Werner főtitkárral, mert a NATO-val való kapcsolatunkat, sőt, diplomáciai jellegű összeköttetésünket is felvettük. Éppen ezért a mi nyugati kapcsolatrendszerünk, nemzetközi kapcsolatrendszerünk adja meg azt a keretet, amiben foglalkoznunk kell a Szovjetunióval való kapcsolatunkkal is. Azáltal, hogy Kelet-Közép-Európában összeomlott az úgynevezett szocialista rendszer, véget ért egy korszak, amelyik tulajdonképpen az 1945 után kialakult hatalmi viszonyoknak is a megváltoztatását jelenti, új megközelítéseket tesz szükségessé. Ennek is van politikai vetülete, a politikai vetülete a szovjet kormánytól és a szovjet politikai vezetéstől való közvetlen függés, magyarul nekünk már nem adtak és nem is adhattak utasításokat, nem adhattak közvetlen politikai direktívákat, hogy mit, hogyan tegyünk, és nem is tettek rá kísérletet, ezt hozzá kell tennem. A másik, ami ehhez tartozik, hogy összeomlott a KGST, amelyik nyilvánvaló, hogy nem csak egy gazdasági közösséget jelentett, hanem a Szovjet Unió Kelet-Közép-Európára kiterjesztett hatalmi körének volt a gazdasági pénzügyi szervezete, ami szintén összeomlott. Ez azt is jelenti, hogy az egész magyar gazdaság, amelyik a szovjet piacra és a KGST-re volt elsősorban
irányozva az elmúlt évtizedekben, és amelyik a magyar ipar fejlődésének, a magyar mezőgazdaság fejlődését is részbe hosszú évtizedeken keresztül meghaladta, amihez párosult az elmúlt időszakban, az elmúlt esztendőkben, az elmúlt másfél-két évtizedben egy fokozatos nyitás nyugat felé, és ez már lazította ezeket a kapcsolatokat, de azért a magyar ipar struktúrájában ennek óriási szerepe volt, és hozzáteszem visszatartó ereje, hogy mi egy elmaradott piacra voltunk orientálva, és arra voltunk berendezkedve, aminek most isszuk a levét. Na most ennek fényében kell vizsgálni a kialakult helyzetet. A Szovjetunióval a Magyarország gyűlés határozata alapján is mi konkrét tárgyalásokban vagyunk több kérdésben. Az egyik a Varsói Szerződés felülvizsgálatáról, a Varsói Szerződésből való kilépésünknek a megtárgyalásával kapcsolatban, a katonai szervezetből való tényleges kiválásunkról. Olyan kérdések ezek, amelyek a szovjet politika alakulása szerint nyilvánvaló, hogy konfrontációt is jelentenek. Bárki irreálisan nézni a szovjet-magyar kapcsolatokat, aki úgy képzeli el, hogy kitűzünk magunk elé konkrét célokat, konkrét problémák vannak a szovjet-magyar viszonyban, és néhány költői megfogalmazással, vagy pedig ilyen üres jelszavakkal, amiket most felvetünk a Szovjetunióval való szeretetteljes viszonyra, azzal ellensúlyozni lehet a tényleges érdek ellentétekből fakadó összeütközéseket. Itt nem arról van szó, hogy a magyar kormány a Szovjetunióval szemben akár meggondolatlan, akár észszerűtlen, akár elhamarkodott vagy ügyetlen politikát folytatna. Itt éppen arról van szó, hogy a magyar kormány a Varsói Szerződésből való kiválását készíti elő Magyarországnak, és a Varsói Szerződés katonai szervezetének a felszámolását tartjuk szükségesnek. Egyrészt azért, mert a megváltozott nemzetközi helyzetben, a megváltozott európai biztonsági körülmények között nem tölti már be a Varsói Szerződés a szerepét, amit eredetileg ennek szántak. A másik azáltal, hogy ezek az országok egészen más társadalmi politikai rendszereket építettek ki, a nyugati politikai rendszereket kívánják ismét az országaikban felújítani, illetve átvenni. Ebből az következik, hogy képtelen szövetség a Varsói Szerződés ebben a formában. Nyilvánvaló, hogy egy olyan Varsói Szerződés, ahol a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületében júniusban én elnökölhetek, az egy történelmi abszurdum. És az én elnöklésem mellett tőlem jobbra Havelű, balra Mazovieckij, vagy a Dömezierült akkor. Tehát azt hiszem, hogy ez magában olyan, mint hogyha NATO-ban Torres Togliatti ült volna a saját kormányok nevével. Ez önmagában egy történelmi abszurdum, aminek nyilvánvaló, hogy nincs létjogosultsága, át kell alakítani. Én valószínűnek tartom, hogy a Szovjetunió a következő esztendőben arra az álláspontra fog helyezkedni, esetleg saját elhatározásának a dokumentálására is, hogy a Varsói Szerződés katonai szervezetének a feloszlatását maga javasolja. De ha erre nem kerülne sor, akkor mi mindenképpen kilépünk ebből a következő évben. A másik része a kapcsolatainknak, a szovjet csapatok kivonulásának a kérdése. Nem lehet abban sem ügyesnek lenni, sem ügyetlennek. Ha egyszer azt akarjuk, hogy a szovjet csapatok Magyarországot elhagyják, akkor nekünk ebben a kérdésben következetes tárgyalást kell folytatni. A szovjet félnek az az érdeke, hogy 2,5 milliárd rubelben meghatározott összeghez hozzájusson a Magyarországon lévő objektumok után, repülőterek, épületek, házak után. A magyar felfogás szerint a Szovjetuniónak ez
nem, Szovjetunió részéről ez nem indokolt, mert 1955-ben, amikor az osztrák államszerződést megkötötték, akkor megszűnt, attól számított 3 hónapon belül a szovjet katonai jelenlétnek a nemzetközi jogi alapja. És 1958-ban kötöttek Kádárék egy olyan megállapodást, ami alapján szabályozták a szovjet hadsereg magyarországi tartózkodását, és abban történik egy 47-es megállapodás, előmegállapodásra való utalás. Ebből az következik, hogy 1955 és 57-58 között a szovjet hadseregnek nem volt semmiféle jogalapja a magyarországi tartózkodására, és ebben az időben történt 1956 Budapest szétlövése, és mindazok a károk, amelyek ma Magyarországot még visszamenőleg is sújtják. Tehát mindebből az következik, hogy mi itt a különböző épületek, stb. Kérdésében, használat kérdésében, azután a környezetvédelmi károsodásban, amelyiket milliárdokra kell értékelnünk. Ezek olyan valós problémák, amelyiket a szovjet fél a mai rendkívül súlyos helyzetükben szeretne átruházni. Hát ezek nem olyan kérdések, amiben könnyen lehetne megállapodni. Ez a Szovjetunióval való második kérdéscsoport, ahol ellentétek vannak. A harmadik, az lehet, az pedig a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokból folyik, ahol a Szovjetunió maximum 80%-ra jelezte az olajszállítások teljesítési lehetőségét, azután a szovjet gazdaság krízisével együtt lemondták a vásárlásaikat, lemondták a importjuk egy részét, tehát a magyar piac, a magyar gazdaság életet rendkívül súlyosan érint, hogy a Szovjetunióval nem tudunk kereskedni, mert egyrészt nem tudnak mit szállítani ellenértékként, az aktívumunkat tudnánk elvileg ettől ezzel növelni. A másik oldalon nem vesznek át bizonyos árukat, ebből következik, hogy pontosan a Szovjetunió irányába kialakított hagyományos alapokon működő magyar ipar, amelyik a legnagyobb munkás tömegeket folytatja, éppen azért került súlyos válságba, mert a szovjetre és a KGST-re volt bazírozva. Ez a harmadik nagy csomag, tehát a Varsói szerződésből való kilépés, a szovjet csapatok kivonulása és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, hogy ne beszéljek egyéb történeti vagy pszichológiai vagy egyéb problémákról. Mindezzel együtt az a véleményünk, hogy a Szovjetunió hatalmas országként minden körülmények között Európa egyik meghatározó hatalma lesz, a másik pedig nekünk közvetlen szomszédunk a Szovjetunió, tehát nekünk mindent el kell követni annak érdekében, hogy a Szovjetunióval rendezett, korrekt, jó kapcsolatokat tartsunk fenn, és arra is törekedni kell, hogy a jó gazdasági kapcsolatoknál esetleg azt a pluszt is hasznosítani tudjuk, ami a mi tapasztalatainkból ered, bizonyos külkereskedőinknek az orosz nyelvtudásából és másokból. Hosszú távon látnék alapot arra, hogy Magyarország egyik bázisa lehetne a szovjet piac felé törekvő nyugati üzleti üzletembereknek is. Hát ez a szovjet viszony. Más a viszonyunk a Lengyelországhoz, Csehszlovákiához, Jugoszláviához, tehát ezekkel az országokkal, Romániával, ezek az országok szintén vehetők egy kalap alá. Lengyelország egy olyan ország, amelyikkel nem közvetlenek az ellentéteink. A szomszédországainkkal, Csehszlovákiával és a közvetlen szomszédainkkal a magyar kisebbségi kérdés, amelyik rontja a kétoldalú kapcsolatokat, Csehszlovákiával pedig a bős-nagymarosi probléma, ami megint egy érdekellentét, ahol a óriási összegeket investáltak a csehek és szlovákok ebbe az erőműbe. Természetesen nem ugyanúgy nézik ezt a kérdést, mint mi, bár ott is vannak ellenfelei. Tehát itt arról van szó, hogy ezek nyilvánosságra kerülő,
nyilvánosság előtt zajló érdekösszeütközések, amelyeket kezelni kell, és egy nagyon is világos, meghatározott nemzeti politikai célkitűzéssel a mai európai integrációs törekvésekbe, egy új Európa szemléletébe kell rendeznünk a szomszédainkkal is, és kell jó kapcsolatot tartani. Tehát ez nem jelent valamilyen teljes merev elzárkózást, és Romániával is vannak kapcsolataink, de természetesen bizonyos elvi alapokon kell állnunk. Miniszterelnök úr, önt az egykori kelet-európai országok legnépszerűbb politikusának tekintik nyugaton, Helmut Kohl a barátjának nevezte. Margaret Thatcher azt mondta, hogy a kelet-európai politikusok közül önnel tárgyal a legszívesebben. Megkülönböztetett figyelemmel kíséri az ön tevékenységét Bush amerikai elnök, Mitterrand francia államelnök, és azt nem sorolhatnám a listát tovább. Az embernek néha az az érzése, hogy ezzel a nagy nyugati népszerűséggel alig tart hat, vagy alig tud lépést tartani a hazai népszerűség. Hogy ítéli meg a kormány politikáját az elmúlt most már jóval több mint 100 nap tükrében? Hát ami a népszerűséget illeti, nekem ezzel soha nem volt időm foglalkozni, hogy a népszerűségi listákon hányadik helyre tesznek, vagy hol vagyok. Azt, hogy külföldön és a külföldi kormányok és a külföldi vezető politikusok elismeréssel nyilatkoztak, és elismeréssel fogadtak mindig, és kezeltek valóban, nyugodtan mondhatom, hogy megkülönböztetett módon. Ez azt hiszem, hogy sokkal nagyobb ország, és személy szerint nagyobb politikusnak is a sorsa volt, ha úgy tetszik. Gorbacsovra is mondták már azt, hogy népszerűbb Európában, mint otthon, és Kennedy is mindig népszerűbb volt Európában, és mint otthon. Ez is hozzátartozik. Én úgy érzem, hogy hivatásból és küldetéstudatból vállaltam ezt a nagyon népszerűtlen és nagyon kellemetlen szerepet, ami Magyarországon egy ilyen válságban, és ami az első miniszterelnöknek jut osztályrészül, nem viccnek szántam, amikor azt mondtam, hogy Magyarország első miniszterelnökének fanatikusnak, őrültnek vagy misszionáriusnak kell lenni, hanem egyszerűen nincs más út. Én tudom azt, hogy a kormány olyan súlyos problémák előtt áll. Az egész politikai, gazdasági örökség, az elmúlt időszak és az elmúlt hónapoknak a súlyos megpróbáltatásai, amelyek a mezőgazdaságtól a kuwaiti iraki válságig, vagy a KGST összeomlását, amit az előbb vázoltam, más kérdésekig nyúlik, ezek mind olyan problémák, amelyikkel minden kormány és mindenki szembe került volna ilyen formában. Éppen ezért sem a külpolitikai, sem a gazdaságpolitikai, sem a belpolitikai események nem kedveztek a kormánynak, és nem kedveztek egy ilyen átalakulási időszaknak. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy a kormányzat követhetett el hibákat, követhetett el bizonyos lépésekre, vagy sor kerülhetett a lépésekre is, amelyek esetleg nem minősítettek. Természetesen ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban lehettek olyan lépései a kormánynak, vagy történhettek olyan intézkedések, vagy elmulasztódhattak egyes intézkedések, amelyek hibaként felrohattak. Meggyőződésem azonban az, hogy a kormány az alapvető kérdésekben minden rendelkezésre álló lehetőséggel élt, és
amit ennyi idő alatt lehetett produkálni, azt meg is tette. Az egész politikai cirkusz a 100 nap körül az egy olyan felfújása volt a várakozásnak, és egyáltalán a lehetőségeknek, semmi más nem kért a kormány, mint a világ minden országában szokásos 100 nap türelmi időt kérte. Ezt egyesek már úgy fordították le, mintha a 100 napot kért volna, hogy megoldja a problémákat. Hát aki kötözni való barom lenne, aki ilyenre egy ország kormánya élén vállalkozna, hogy megoldja 100 nap alatt ezeket a kérdéseket. Itt egyszerűen egy parlamenti aktusról volt szó, amelyiket teljesen félre magyaráztak. Nem 100 nap, hanem az igazi nagy problémák végleges megoldására hosszú évekre van szükség, és Spanyolország és más kedvezőbb körülmények között induló országoknak is egy évtizedre volt szüksége ahhoz, hogy megoldjanak és előre jussanak. Hát Magyarországon nem lehet egy évszázadokon keresztül az élvonaltól elváló országot, nem lehet visszavezetni úgy, hogy a Magyarország ugyanott legyen, ahol a turistáink látják a legfejlettebb nyugati országokat. Nyilvánvaló itt arról lehet szó, hogy Magyarországon a válságot, ami még súlyosabb helyzetet teremt, mint amiben az elmúlt esztendőkben élt, hetett a magyar lakosság, ebből kell egyszer kivezetni. Erre mondtuk azt, hogy a következő év második felétől kellenek már azok a kerülnek azokra a jelenségekre, amelyek jelzik már a fordulathoz, tehát az kiemelkedéshez vezető utat, és a mi választási időszakunkban, tehát ebben a 4 esztendőben kívánjuk az ország átalakítását végrehajtani, és az elindítását. Hát nyilvánvaló az, hogy Magyarországon jobb életszínvonal, magasabb életszínvonal legyen globálisan, a nagy kérdések, az elmaradott közlekedési intézkedések, az elmaradott infrastruktúra, stb. Kiépítésére, mint sor kerülhessen, hát ez világos, hogy ezt nem lehet néhány hónap vagy néhány esztendő alatt megtenni. Mi minden esetre ezt következetesen kívánjuk végrehajtani, és ezért van szükségünk széles nemzetközi kapcsolatrendszerre és ezre a támogatásra. Na most úgy gondolom, hogy a kormány politikáját, amit meghatároztak már a kormányprogram alapelvei, most elkészült a kormányprogramnak a teljes kötete, és miután a kormányprogramnak ez a kötete jelzi azt a csomagot, tulajdonképpen amivel a kormány az elkövetkező években végre kívánja hajtani politikáját. Elnök úr, ezt tudomásom szerint még nem nyilatkozott, nem mondta ez véleményét a választások első fordulójának kimeneteléről. A választások természetesen elsősorban az alacsony részvétel következtében nem mutatják nyilván az ország politikai érdeklődését, a legkevésbé nem jelzik az országnak a lelkesedését. Ezt senki nem állíthatja. Az is nyilvánvaló, hogy ha valamennyi politikai párt részére csalódást okoz, amikor a politika intenzitása csökken egy országban, és az érdeklődés. Most más szemszögből vizsgálva le kell azt szögezni, hogy egy működő demokráciában, ahol különösen sok választás és szavazás van, néhány országot kivéve a nem választás lehetősége is az állampolgári jogok közé tartozik, és az azt jelenti, hogy az az állampolgár, aki nem kíván elmenni szavazni, az úgy döntött, hogy számára mindegy, hogy melyik politikai erő fogja végül is megszerezni a mandátumokat. Az is nyilvánvaló, hogy mindig a legtudatosabb politikai erőknek kedvez az alacsony részvételi arány,
és a szimpatizánsok körének az érdeklődése általában arra vezet, hogy a kevésbé tudatos, kevéssé intenzív politikai érdeklődések elmaradása az általában a politikai pártok közül a középpártokat és azokat a politikai erőket sújtja, amelyek például a Magyar Demokrata Fórum, vagy a Független Kisgazdapárt, vagy a Keresztény Demokrata Néppártban fogalmazódnak meg. Tehát azoknak a politikai irányzatoknak általában kedvezőbb a széleskörű részvétel. Na most ehhez szeretném azt hozzátenni, hogy az ország nagy várakozással volt az átalakulást illetően tele illúziókkal, reményekkel. Egyszerűen a kommunista rendszer végét úgy képzelte, hogy most bekövetkezik az új világ, és minden az új világnak megfelelően lesz, csak nem az alagút innenső végét nézte, hanem a túlsó végén képzelte már magát ebben a pillanatban, és az odavezető utat szerette volna megtakarítani. Az odavezető utat soha nem lehet megtakarítani. Ennek következtében rossz hangulatban az áremelkedések, a gazdasági élet problémái mind sújtottak. A másik, ami ebből következik, hogy az érdektelenséghez hozzájárult a több fordulós választási rendszer az előző időszakban, túl sokat választottak egyszerre most az emberek ahhoz, hogy igazából érdekelje őket. Ez az alacsony választási részvétel aránya, amiben benne van az emberek elkeseredése, érdektelensége, gazdasági, szociális problémái, és benne van az a csalódottság, ami tulajdonképpen nem valós alapokon állna, nem gondolhatta. A másik, hogy a kormányzattal szemben mi egy olyan kormány vagyunk, amelyik alkotmányjogilag szigorúan körülhatárolt keretek között működik, és amelyiknek megvannak a politikai, gazdasági korlátai a lehetőségek tekintetében, ugyanakkor az emberek tudatában egy olyan pártállami kormánynak a hatásköre él a tudatában akaratlanul is, hogy mindent a kormánytól vár, és mindent a kormányra ruház, akár jó, akár rossz. Nagyon kevés jóra van most lehetőségünk, és kevés népszerű dolgot tehetünk. Ennek következtében mindent lehet. A legjellemzőbb az áremelkedések kérdése. Alig van ma Magyarországon olyan áru, aminek az árát még központilag a kormányzat határozza meg. Ennek következtében, ha bejelentenek egy áremelkedést, abban a pillanatban a kormányt szidják, és a kormánynak tulajdonítják. Vannak áremelkedések, amelyek bekövetkeznek egyszerűen az áruhiányból, vagy bekövetkeznek más körülmények következtében, és amiben nekünk semmi szerepünk nincs, sőt, most is nyilvánvaló, hogy a politikai érdekeink ellenére volt, ha úgy tetszik, hogy a választást megelőzően áremelkedésekre került sor. De ezt is a kormányzattal szembe fordították. Azután lehet különböző hangulatokat kelteni, ez mind. De ez nem helyettesíti azt, hogy meg kell állapítanunk, hogy az ország súlyos állapota, a lakosságnak erre való lelki és anyagi felkészületlensége okozza mind azt, hogy kevés a részvétel, passzivitás, a másik oldalon pedig azt, hogy a kormány cselekedetei alapján nem vált ettől népszerűvé, nem is válhatott volna, hiszen minden nyugati politikus, mindenki, aki az elmúlt időszakban velünk tárgyalt, már az ellenzék időszakában is mindig azt kérdezte, hogy fel vagyunk-e készülve arra, hogy rendkívül népszerűtlen intézkedéseket kell megtenni, fel vagyok-e készülve arra, hogy egy népszerűtlen kormány feje legyek, amelyiknek nincs más választása, mint végrehajtani a nemzetközi pénzügyi szervezetek elhatározott korlátozó intézkedéseit, a ránk kényszerített olyan lépéseket, amelyek szintén nem valamiféle szubjektív akaratból származnak, hanem egyszerűen a körülményekből, hogy ezt nekünk meg kell tenni. Ezért nem lehetünk, nem csodálkozhatunk
sem az emberek keserűségén, sem az embereknek a közönyén. És nem csodálkozhatunk azon is sem, hogy ilyen körülmények között egy kormánynak a kormány mögött álló szavazótábor egy helyi hatósági választásokon csökken az országos választásokon aratott győzelemhez. Majdnem minden választásnál előfordul, hogy a parlamenti választásokhoz viszonyítva a kormányon lévőknek a szavazati aránya csökken, és az ellenzék nő. Természetesen sokkal könnyebb helyzetben az ellenzék, mert az ellenzék semmiféle konkrét intézkedést nem kell, hogy bemutasson, semmiféle konkrét politikai programot nem kell, hogy előterjeszten, hanem megelégszik egy választási programmal. Nyugodtan kijelenthetem, hogy egyetlen olyan konkrét politikai programot vagy gazdasági programot még nem ismerhettünk meg, még nem tártak elénk, amelyik alternatívát nyújtott volna a kormányprogrammal szemben, vagy amelyiket hasznosítani tudtuk volna. Miniszterelnök úr, a kormány nehézségei közé tartozik az is, hogy nem egyedül az MDF alkotja a koalíciós kormány, tekintettel kell lenni több más pártra. Most a választások első fordulója után, és különösen a keddi alkotmánybírósági határozat nyomán felmerült ismét a gondolat, hogy esetleg a kisgazda párt a kormányból való kilépés gondolatával foglalkozik. Eljutott önhöz konkrét hivatalos formában ez azért? Először is szeretném még a választásokkal kapcsolatban azt leszögezni, hogy én a választásokat egy kétfordulós választásnál egyáltalán nem tartom tragikusnak. A második menetben, a városokban és Budapesten előttünk áll még a választási küzdelem, és bízom abban, hogy az ország lakossága és az ország választói tisztában vannak azzal, hogyha most azokat a pártokat és a kormánykoalíciót nem támogatják megjelenésükkel a szavazáson, akkor azt a politikai irányzatot, amelyiket korábban támogattak, és a kormányzat létrehozásában tulajdonképpen elősegítettek, akkor az a kormányzat sokkal nehezebben tudja végrehajtani a politikai célkitűzéseit. Mindenkinek el kell dönteni, hogy egy politikai irányzatot kíván-e támogatni, és ha azt a politikai irányzatot támogatni kívánja, akkor tudnia kell azt, hogy ott vannak nehezebb időszakok, és a célok érdekében hogyan kell mögötte állnia, együtt kell működni ahhoz, hogy ezt elősegíthesse. Ettől én nagyon nagyra becsülöm még az ellenzéket, és nagyon fontosnak tartom, hogy legyen, és nem kirekesztésről vagy kizárásról van szó. Egy országnak el kell dönteni. Ha ez az ország úgy dönt, hogy akarja ezt az irányvonalat, akkor aktivitással meg kell jelennie, és támogatnia kell. A kisgazdapárt is ebbe tartozik. A kisgazdapárt sajátos politikai programját és a földkérdésben elfoglalt álláspontját mi egy kompromisszum keretében összeegyeztettük a kormánykoalíció másik két pártjával, tehát az MDF-vel és a Kereszténydemokrata Néppárttal, de mielőtt ezt a kompromisszumos javaslatot és földtörvénytervezetet a parlament elé terjesztettük, szükségesnek tartottuk az alkotmánybíróság állásfoglalását, mert nem kívántuk annak a kitenni akár a kormányt, akár ezeket a pártokat, hogy utána ezt akár az ellenzék, akár más az alkotmánybíróság elé terjeszthesse, amelyik ezt alkotmányellenesnek minősítse. Mi ezért a korrekt magatartással létrehoztuk azt a kompromisszumot a három párt programjának összeegyeztetésével, majd az alkotmánybírósághoz fordultunk az alkotmányjogi rendelkezések értelmezése tárgyában, és ebben a kérdésben ehhez kell alkalmazkodni. Kormány most fog azzal foglalkozni, mi a következő lépés, erről most nem kívánok nyilatkozni, de a kisgazdapárt is tisztában van azzal, hogy a kormánykoalícióban elfoglalt helye az
mit jelent, és a kisgazdapártnak a miniszterei éppen úgy megszavazták a kompromisszumos földtörvénytervezetet, mint azt az állásfoglalást, hogy az Alkotmánybíróság véleményét kikérjük, és ők is tisztában vannak azzal, hogy ez mit jelent. Az Alkotmánybíróság döntése az nyilvánvaló, hogy a mai alkotmány alapján áll, ezt lehet módosítani kétharmados többséggel, de az Alkotmánybíróságnak azt kellett mondani, amit a jelen alkotmány alapján indokoltnak tart. Nekünk pedig ezt figyelembe kell venni, és ehhez kell a további politikánkat alkalmazni. Senki nem keresett meg azzal, hogy a kisgazdapárt ki kívánna válni a koalícióból, nem is hiszem. Természetesen vannak politikában, vannak fenyegető hangok, vannak ilyen nyomásgyakorló, vannak egyéni politikai ambíciókat tükröző nagy fellépések és kijelentések, és elvileg természetesen lehetséges, hogy egy politikai párt úgy dönt, hogyha a programját nem tudja megvalósítani, akkor kilép a kormány koalícióból, de ez nem segítene a független kisgazdapárton. Attól, hogy ellenzékben lenne a saját 43, ha jól emlékszem, pontosan 43 képviselőjével, ellenzékbe hangoztatná ugyanazt a kisgazda politikát, jóval kevesebb esélye lenne arra, hogy politikai akaratát érvényesíteni tudja, mintha részt vesz egy korrekt kormánykoalícióban. A Szabad Európa Rádió 1990-ben sugárzott műsorát hallották. Antal József miniszterelnökkel beszélgetett Kassa László. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.